Sziasztok! A mai videóban a Fusion 360-hoz 2022. januárjában érkező Product Design Extension egy érdekes újdonságával fogunk megismerkedni, ez pedig nem más, mint az organikus háromszöghálók, azaz STL-ek konvertálása szilárd testté. Egy korábbi videóban már megismerkedhettünk azzal az esettel, amikor a háromszöghálónk, azaz az STL modellünk, valamilyen alkatrészjelgű darab, és síkokat, hengereket, és letöréseket, különböző zsebeket, kiemelkedéseket szeretnénk készíteni. Ugye ebben az esetben úgy jártunk el, hogy a Mesh Workspace-en felett csoportokat generáltunk az STL modellből, majd az elkészült csoportokat, melyek most már így síkokat, hengereket, különböző alaksajátosságokat csoportosítanak, egyszerűen a Convert to Mesh parancs alkalmazásával kiválasztottuk, hogy prizmatikus jellegű konverziót szeretnénk készíteni, az oké elfogadása után pedig, mint látható, egy zárt szilárd testünk keletkezett. Abban az esetben viszont, amikor a háromszöghálónk valamilyen organikus jellegű darab, akkor sajnos a szilárd testre való konvertálásra jó megoldást nagyon nem tudtunk tenni. Megtehettük ugyanazt, hogy a Convert to Mesh parancssal a háromszöghálónkat átkonvertáltuk szilárd testé, viszont ebben az esetben ugye az a csel történt, hogy az egyes kis háromszög elemek, egyes kis felület elemek lettek a szilárd testünkbe, ezért a nagy felület elemszám miatt nagyon lassú volt a használata ezeknek a szilárd testeknek. Így ez a módszer nem igazán eredményes. A konverzió egy másik lehetséges elvégzési módja, hogyha T-spline felületet szeretnénk készíteni a háromszög hálónkból, viszont ezt nem tudtuk megtenni, mert csak quad mesh, azaz négyszög háló konvertálására van lehetőség. Természetesen, ha egy másik ingyenes alkalmazást, mondjuk az Instant Meshes-t használjuk, akkor a háromszög hálónkat beolvasva quad mesh készíthető belőle. Válasszunk most egy 50 000 körüli elemszámot, majd végezzük el a megfelelő számításokat a hálunk orientációnak számítására, illetve helyzetének számítására. Ekkor látható, hogy a négyszög hálózás megtörtént, majd készítsük el a hálunkat, és mentsük el UBE formátumba. A Fusion 360-ba visszalépve, nyissuk meg az előbb elmentett quad mesh-ünket, és látható a keletkezett négyszöghálós modellünk, mely úgy szintén egy mesh. Ezt a mesh-t viszont T-spline-nál már konvertálhatjuk, tehát ha kijelöljük, hogy ezt a quad mesh szeretnénk átkonvertálni T-spline-nál, akkor némi számítás után látható, hogy T-spline felületek keletkeztek az egyes kis négyszöghálónkból. A keletkezett T-spline felületünket már könnyen konvertálhatjuk szilárd testé, hiszen a konverzió egy pár kattintással elvégezhető. A keletkezett szilárd testünkkel az a probléma, hogy a nagyon apró négyzetháló, mely pontosan kellett, hogy kövesse az STL modellünket, nagyon sok felületet eredményezett. Így megint csak nehézkes a használata ennek a modellnek. Természetesen eddig is léteztek olyan rendszerek, melyek a háromszög hálóból szilárd testet tudtak készíteni, ilyen például a Quick Surface, ahol a háromszög modellünket beolvasva, például egy automata felületkészítési algoritmust elindítva, az adott beállításokkal a háromszög hálónkra felületeket illeszt automatikusan a rendszer. Ezeknek pontossága természetesen állítható, és a különböző paraméterekkel változtathatjuk, hogy milyen pontossággal történjen meg ez az illesztés, illetve kérhetünk egy hibaanalízist, ahol látható például most 0,25 mm a legnagyobb eltérés ezeken a területeken. Ha ezt a hibát elfogadjuk, akkor a modellünket el tudjuk menteni step formátumba, és visszatérve a Fusion 360-ba, ezt a step modellt meg is nyithatjuk. A megnyitás után látható, hogy sokkal szebb felületek keletkeztek, sokkal nagyobb területek vannak lefedve egy-egy felülettel, az éppen beállított pontosságnak megfelelően. Ezt a fajta konverziót eddig a Fusion 360-ban nem tudtuk elvégezni, viszont a most megjelent Product and Design Extension révén erre is lehetőség nyílik. Nyissuk meg a kiindulási STL fájlunkat, és végezzük el ezt a konverziót most Fusion 360-ban. Menjünk át a Mesh Workspace-re, válasszuk a Convert to Mesh parancsot, és a Product and Design Extension újdonsága révén az organikus felület konverziót. Válasszuk ki a háromszög hálónkat, és adjuk meg a konvertálásunk beállításait. Adjuk meg, hogy pontosság alapján szeretnénk, és mondjuk egy médium, azaz közepes pontossággal szeretnénk ezt a konverziót elvégezni. Az OK gombra kattintva el is kezdődik a konverzió, majd látható, hogy egészen jól konvertálta a háromszög hálónkat automatikusan az új parancs segítségével.
A konverzió révén látható, hogy egy 10 prime felületekkel határolt testünk keletkezett, melyet a megismert módon most már tudunk konvertálni, átmegyünk a formba, és válasszuk a konvert parancsot, ahol ugye a 10 prime felületünket tudjuk szilárd testi konvertálni. Konverzió után látható, hogy nagyon szép és viszonylag kevés felületekkel határolt szilárd testünk keletkezett, melyet így most már könnyen tudunk használni a továbbiakban. Érdemes megjegyeznünk azt, hogy mindaddig még 10 prime felületekből áll a testünk, egészen jó módosításokat tudunk elvégezni rajta. Például az orrt kijelölve, a 10 prime felületek szerkesztésével, például egész jó torzításokat tudunk megtenni. A változásokat elfogadva, a változtatott modellünket is most már könnyen szilárdessé tudjuk konvertálni. Mint látható, a Product Design Extension új funkciója révén az organikus jellegű STL modellek is nagyon egyszerűen konvertálhatóak most már szilárdtesté Fusion 360-ban. Köszönöm, hogy itt voltatok, jó Fusion 360 használatot kívánok!